Ahogy a gépjárműveket, úgy hamarosan az ilyen motoros permetezőket is vizsgáztatni kell, ha azok idősebbek 2 évnél. Ezeknél a mezőgazdasági eszközöknél azért is fontos a megfelelő műszaki felkészítés, mert gyakran az emberi szervezetre veszélyes mérgeket szórnak. A vizsgálat a környezeti terhelés visszafogása mellett a növényvédelmi költségeket is csökkenti. A határidő közeleg viszont egyelőre még csak egy ilyen vizsgálomás működik az országban. Most egy relatíve új dolog, nem új, mert 2009 óta van egy Európai Uniós jogszabály arra, hogy minden növényvédelmi gépet műszaki felülvizsgálatba kell részesíteni, és ez 2016. november 26-áig egy alkalommal meg kell, hogy történjen. Sajnos nálunk Magyarországon ezek a vizsgálóállomások nem indultak el, most van kialakítás alatt. A Magyar Növényvédőmérnök és Növényorvosi Kamara magára vállalta a feladatot, hogy létrehozza ezeket a vizsgálóállomásokat. Az első állomás felállítása a Fejér megyében már megtörtént, a többi megyében pedig jelenleg van folyamatban. A gazdáknak november végéig van idejük arra, hogy bejelentsék a Növényorvosi Kamara megyei területi szervezeténél a permetezőgépeiket. Ha ez a bejelentés megtörtént, előbb-utóbb sorra kerülnek a műszaki vizsgán, és a NÉBIH ezt a vizsgára jelentkezést már elfogadja egy esetleges ellenőrzés alkalmával, tette hozzá az igazgató. Vas Ottó arról beszélt televíziónknak, hogy a gépek szerkezetének összehangolt beállítása szükséges a megfelelő működéshez, de elsődlegesen a szórófejek hatásfokát vizsgálják. Főleg amit nézek, az a szóráskép, tehát hogy ugye mondjuk van egy 18 méteres kerete egy szántóföldi permetezőnek, azon van 36 szórófej, és hát itt a régebbi gépeknél, lehet, hogy még az újabbaknál is előfordul az, hogy az egyik szórófej mondjuk sokkal többet szór, mint a másik. És itt előfordul ebben az esetben, tehát hogyha ilyen rossz a szóráskép, hogy egy sávban túl sok permetszert kap, egy másik sávban meg túl keveset a növényállomány, és akkor ilyenkor előfordul az, hogy rezisztencia alakul ki, vagy pedig kiég, ahol túl sokat kap a növény. A műszaki vizsga 3 évig lesz érvényes. Aki nem tesz eleget a kötelezettségnek, növényvédelmi bírságot kaphat és eltilthatják a permetezőgép használatától.